Nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, ismét itt vagyunk a kávéházban, ez a kávéházi rendezvú, ezúttal pedig vendégem Koller Tamás, aki a Kolping iskolának a vezetője, és egyébként hétvégente, mint kántor tevékenykedik a katolikus szentmiséken. Köszöntelek, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást, szia! Mi már régóta ismerjük egymást, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni ebben a beszélgetésben, tekintettel arra, hogy Tamással egyébként mi egy lakótelepen és egy épületben nőttünk föl, ők alattunk laktak, és én rendszeresen hallgattam, amikor Tamás klarinéton játszott a hugoddal, amúgy nagyon jó barátságot ápoltunk, ugye ott a lakótelepi gyerekek mind ismerték egymást, én nagyon jó szívvel emlékszem rá. Ott nőttél fel kint Csatáron. Milyen volt a gyerekkor számodra? Nagyon szerettem ott lakni, nagyon szép gyerekkorom volt, jó volt a közösség, szerintem nagyon jó volt az a lépcsőház, ahol laktunk közösen. A szüleim még mindig ott laknak, a húgom is a környéken lakik. Sok szép emlék fűz oda, sokat bicikliztünk. Igen. Volt egy játszótér, sokat hintáztunk. Amit mi építettünk egyébként. Mi építettünk, volt homokozó, és minden meg volt ahhoz, hogy az ember jól érezhesse magát. Klarinéton játszottál, a zene meghatározó volt akkor is már az életedben. Onnan a gyerekkorból hova vitt az élet, hol tanultál? Igen, a zene az végigkísérte az életemet. Először klarinéton kezdtem el játszani a zeneiskolába, utána a klarinét mellé fölvettem a zongorát is, úgyhogy két hangszeres voltam, és amikor negyedikes voltam, akkor a püspöki énekiskola fiúkórusa ellátogatott Szekszárdra, és egy nagyon szép koncertet adtak, és a fiúk családoknál laktak az énekes fiúk, és nálunk is lakott két fiú, vagy mi is befogadtunk éjszakára két fiút, és engem elvarázsolt ez a millió, és akkor mondtam a szüleimnek, hogy szeretnék én is ebbe az iskolába járni. Hát ők nagyon meglepődtek, és hogy lehet egy 10 éves fiút elengedni mondjuk Pécsre iskolába. De nyitottak voltak, hál' Istennek, mert én látták rajtam az elhatározást, én nagyon szerettem volna ebbe a közegbe bekerülni, és akkor elvittek felvételizni, és felvettek. És akkor így az 5-től 8-ig Pécsre jártam a püspöki énekiskolába. Akkor fiatalon elkerültél Pécsre? Fiatalon elkerültem Pécsre. Ez egy tradicionális iskola volt. 1888-ban Dulászky Nádor püspök alapította ezt az iskolát a regensburgi spatzenek mintájára, főleg a Székesegyház liturgikus zenei szolgálatára. És ez 91-ben újjá alakult, és én 93-ban kerültem be ebbe az iskolába. De hát itt bejártuk fél Európát, minden héten énekeltünk a Székesegyházba, az ünnepi szentmiséket, Ez meghatározó. Ez abszolút meghatározó volt az életemben. Itt volt az első CD felvételem. Úgyhogy ez ilyen a zenei alapokat megtudta egy picit erősíteni. Nem csak a zene, hanem a vallás is, én tudom, ugye tekintettel arra, hogy egy házban nőttünk föl, tudom, hogy sőt, ott a legtöbb lakótelep, a gyerek ugye megfordult a hétvégi szentmiséken, köztük én is, és ti is a családdal. A nagymamád egy ikonikus személyiség volt a városban, Babus néninek hívták őt, nagyon jó szívvel emlékszem rá, ő volt az én hitoktatóm is. Mennyire volt nálatok úgy az alapoktól meghatározó ez a vallási szemléletű élet? Igen, azt gondolom, hogy a mi családunkban nagyon meghatározó volt a vallás. A szüleim is vallásosak, és a nagyszüleim is vallásosak voltak. Babus mama tényleg egy ikon volt a városban, azt gondolom, hogy az egyházközségben is és az oktatásban is
meghatározó személyiség volt. Ő nagyon ebbe az irányba próbálta a családot is terelni, és ő ilyen tyúkanyó módjára szívén viselte a mi vallásos neveltetésünket. Egy nagyon határozott asszony volt egyébként, de most, ahogy elmondtad, hogy te ötödikben úgy döntöttél, hogy elmész Pécsre, azért ez a határozottság, ez úgy tovább ment a családban. Lehet ezt így mondani? Igen, abszolút. Abszolút. És ugye ez a történet úgy folytatódott, hogy apukám alig várta, hogy nyolcadikból elvégezzem a nyolcadikat, és gondolta, hogy majd hazajövök gimnáziumba, és lesz segítsége a szőlőbe. De hát nem így történt, hanem én úgy döntöttem, hogy az Esztergomi Ferences gimnáziumba folytatom a tanulmányaimat, és így egy tényleg tradicionális katolikus gimnáziumba, ami ugye a kommunizmus alatt is működött, tehát megszakítás nélkül, mondhatom, hogy évszázadok óta működik. Egy olyan gimnáziumba érettségizhettem, és tölthettem el azt gondolom, hogy a legszebb diák éveimet, ahol rengeteg tudást, lelkiséget, tapasztalatot szerezhettem. És aztán visszatértél Szekszegre? Nem, utána Pécsre kerültem az egyetemre, és ott ének-zenekarvezetés szakon diplomáztam. Énekiskolában Jobágy Valér, Lisztdíjas karnagy volt a kórusvezetőnk, meg ennek az egész közegnek a lelke, és én tanár urat nagyon szeretem a mai napig, és én az ő kezei alatt szerettem volna megtanulni a szakmát, és amikor úgy döntöttem, hogy karvezető leszek, akkor bennem az volt, hogy mindenképp valahogy olyan helyre menjek, ahol tanár úrtól tudok tanulni. És akkor Pécsettő volt a művészeti karnak a tanszékvezetője, a karvezetés tanszéket ő vezette, és akkor így döntöttem Pécs mellett. És aztán miért tértél vissza mégiscsak Szekszárdra, hiszen hát bejártad akkor tulajdonképpen az egész országot, és ahogy mondtad, utaztál is rengeteg felé. Igen. Külföldre is. Még az egyetem alatt Bacsmai plébános úr megkért, hogy legyek az újvárosi templomnak a kántora, akkor ott már nem volt túl sok szentmise, és így elvállaltam a hétvégi szentmiséknek az orgonálását és az újvárosi templom kórusának a vezetését. Ezt jó pár évig csináltam, és akkor ugye a belvárosi templomban is üresedés lett. Dibusz Ferenc kollégám elment Szekszárdról, és akkor ismét Bacsmai plébános úr megkeresett, hogy akkor teljes állásba tudna foglalkoztatni, és vállaljam el a belvárosi templom kántor karnagyságát és a Szent Cecília kórusnak a vezetését. És akkor, amikor végeztem az egyetemen, akkor ezt elvállaltam, és így kerültem haza Szekszárdra. Akkor a szüleid gondolom örültek, hogy apukád kívánsága végre teljesülhetett, hogy visszatértél. Igen, a szüleim örültek. Családot is itt alapítottál. Itt jó nagy családot még hozzá. Igen. Feleségem pécsi. Pécs mellett egy nyári cserkésztáborba ismerkedtünk meg. És a diplomaosztóm előtt egy héttel volt az esküvünk, 2007-ben. És akkor mindjárt Szekszárdra költöztünk. És azóta született 4 gyermekünk. Itt élünk, itt neveljük őket. Szerettek Szekszárdon ezek szerint? Szeretünk Szekszárdon lenni, igen. Hol laktok? Merre felé? A Fősővárosban lakunk, a Bethlen Gábor utcában, egy szép családi házban. Fontos volt nekünk, hogy családi házba költözzünk, mert
szerettük volna, hogy a gyerekek bármikor ki tudjanak menni a természetbe, tudjanak játszani, ismerjék meg a mezőgazdaságnak az alapjait. Úgyhogy van konyhakertünk, van egy pár darab tyúkunk, úgyhogy én fontosnak tartom ezt a Szekszárdon belüli vidéki életet, és a Felsőváros az erre abszolút alkalmas, hogy a városi ember is valahogy a természethez közeli tudjon maradni. Igen, igen. Emellett, hogy kántorként jelen vagy a templomban, és egyébként Tamás elég jól megújította a különböző egyházi énekeknek a... Tehát tényleg adtál neki egy olyan hangulatot. Én emlékszem, hogy gyerekkoromban mit, hogyan énekeltünk, és azért ez a kezed alatt formálódott és változott, ugye? Így van? Igen, igyekeztem. Uh-huh. Van egy olyan szemléletem, hogy az egyházzenét is muszáj egy kicsit a hívekhez közelebb vinni, mert hogy legtöbb ember hallgat zenét, és valahogy az egyház zene, amit ma is használunk, ez a 19. század végének a túlromantizált, belassult, monumentális, voltát próbálja meg tükrözni. Ugyanezt valamikor a 20. század elején, a 30-as években átdolgozták, de megmaradt ez a monumentalizmusa. És a mai ember pörgősebb, a mai ember menősebb, a mai ember nem szeret beleragadni a dolgokba. Emellett, a tevékenységed mellett igazgatod, vezeted a Kolping iskolát is, amely szintén egy katolikus intézmény. Mióta vagy ennek a vezetője, és mi az, amit, amikor vezetője lettél, akkor célodul tűztél ki ebben az iskolában? Igen. 2015-ben lettem lelki igazgatója a Kolping iskolának. Az akkori igazgató segítésére kértek fel, és akkor hittan tanítottam a Kolpingban, és a következő évben, 2016. augusztus 1-től kért fel a KOSZISZ, a Kolping Oktatási és Szociális Intézmény fenntartó szervezetnek az igazgatója, hogy vállaljam el a Szekszárdi Kolping iskolának a tényleges vezetését, és akkor 2016. augusztus 1-től lettem igazgatója az iskolának. És milyen ez az iskola? Hogy zajlanak a mindennapok? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert a szekszárdiak fejébe sok minden van a Kolping iskoláról. Én azt gondolom, hogy ez egy hiánypótló iskola a megyében is, nem csak a városban. Ezt látjuk a beiskolázási körzetünkből. Tehát Fejér megye déli része, Bács-Kiskun nyugati része, Baranya északi része, és hát szinte egész Tolna megy a tényleges beiskolázási körzetünk. Tehát azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van ránk. Hiánypótló iskola vagyunk. Miért hiánypótló? Azért, mert olyan gyerekekkel is foglalkozunk, akikkel más nem tud foglalkozni. Azt szoktam mondani, igen, tehát, és ezért az egy szegmens miatt sokszor minket megbélyegeznek. De azt szoktam mondani, hogy a Kolping iskola a magyar középfokú oktatás szinte teljes szegmensét lefedi. Tehát van szakiskolai osztályunk, van szakközépiskolai osztályunk, van szakgimnázium osztályunk, van gimnázium osztályunk, van alapfokú művészeti iskolánk. Egyedül technikumunk nincsen, ez is volt, de most éppen nincsen. Tehát igazából minden, a teljes szortimentet majdnem lefedjük a magyar középfokú oktatásba.
De amiért hiánypótlónk vagyunk, az a szakiskolai képzésünk, mert itt az esen is, tehát a sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozunk. Ők azok a gyerekek, akik valami olyan nehézséggel küzdenek, ami miatt ők sajátos nevelési igényűek. És itt egészen a diszgráfia, diszkalkulia, tehát a diszesektől, az autistákon keresztül egészen az enyhe értelmi fogyatékosig minden szegmensét lefedjük ennek a speciális területnek. De hogy az iskola nem csak ebből áll, hanem az iskolának vannak normál szakképző osztályai, van gimnáziumi osztályunk, és tényleg egy ilyen nagy családként működünk. Egyébként az esenisekkel a megyébe középiskolai szinten nem foglalkozik senki. Igen, tehát mondod, hogy speciális, valóban az, valóban olyan gyerekekkel is foglalkoztak, akikről lehet, hogy már más akár lemondott, vagy egyáltalán, tehát nem akar velük foglalkozni. Ehhez nyilván szükség van egyfajta speciális tudásra. Amikor te odaérkeztél igazgatónak ebbe az intézménybe, akkor rendelkeztél ezzel, vagy kellett ebben magadat képezni, hozzárendelni olyan pedagógusokat, akik tudják segíteni ezt a munkát? Igen, azt gondolom, hogy elsősorban lelkiséggel kell rendelkezni. Tehát, hogy ezeket a gyerekeket nagyon kell szeretni, nagyon kell tisztelni, és nagyon elfogadónak kell lenni velük. Ez az alap. Ez valamilyen szinten tanulható, de valamilyen szinten ez adottság. Attitűd. Igen, és azt gondolom, hogy ezzel rendelkeztem. Minden más tanulható, azt meg igyekeztem, és igyekszem elsajátítani. De megvan hozzá az apparátusunk, tehát hogy van gyógypedagógusunk, fejlesztőpedagógusunk, tehát hogy speciális szakemberekkel is rendelkezik az iskola, úgyhogy megvan mindenünk ahhoz, hogy ezt jól tudjuk csinálni. És egyébként van egy nagyon híres és nagyon szuperül működő kertészetetek is. Így ugye? Van, igen. Igen, minden szakmában saját tanműhelyen rendelkezünk. Van nagyon jó tankonyhánk a szakácsképzéshez, van nagyon jó tanvarrodánk a divatszabó képzéshez, van egészségügyi kabinetünk a szociális ápoló és gondozó képzéshez, tényleg ambubabáktól kezdve a mindenféle hiper-szuper ágyakon át tényleg ami ehhez kell. És igen, van egy saját másfél hektáros tankertészetünk, amit a diákok és az őket tanító kollégák látnak el, és termelik meg a tananyaghoz szükséges zöldségeket, gyümölcsöket. És ezt jó szívvel tudom ajánlani a nézőknek is, hogy jöjjenek, nézzék meg, mert mindig van a kertészetben, szinte mindig van egész évben friss zöldség, gyümölcs, mert hogy amit a diákok előállítanak, azt ott a helyszínen értékesítjük is. Tehát akkor itt tulajdonképpen egy egész komplex tevékenységet tudnak ők véghez vinni, a megtermeléstől és az értékesítésen át, egészen addig, amíg a vásárlók kosárába bekerül. Így van, igen. Igen. Tehát a pici mag elültetésétől, a palánta kitűzdelésétől, a palánta ültetésén át, a növény gondozásáig, a szedésén át, igen. Tehát a teljes folyamatot látják a diákjaink, vagy hát tevékenykednek is benne. Ez a folyamat szemlélet, amit most itt az iskola kapcsán elmondtunk, talán ez megalapozza azt a tevékenységet is, hogy téged Berlinger Attila felkért, hogy indulj az önkormányzati választáson, önkormányzati képviselőjelölt vagy. Melyik körzetben indulsz? Igen, a Berlinger Attila, ugye a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje felkért, és a 2-es számú választókerületre kért fel, hogy legyek képviselőjelölt. Ez melyik körzet, és mit kell róla tudnunk, mi az, amit elhozom? Hát ez a régi Újváros, tehát a Pázmány tértől, az Újvárosi templomtól
egész a Lisztérig, ide a zeneiskoláig tart. Tehát igaziból te oda hazajársz, tekintettel, hogy a Kolping iskola ott van ebben a... Igen, igen. Tehát én ott kezdtem dolgozni, ugye az Újvárosi templomba, és minden nap azóta is oda járok, most éppen a Kolping iskolába. Milyen ez a része a városnak? Hát ez egy nagyon szép része a városnak, viszont az utóbbi időben nagyon, nagyon el lett hanyagolva szerintem. Tehát ez a városrész vágyik arra, hogy egy olyan fejlődés menjen végig benne, mint mondjuk ami Csatáron végigment. Tehát szoktam mondani, hogy Csatár lett a második városközpont. Ugye a szüleim ott laknak, és tényleg minden megvan. A boltoktól kezdve, amiből lehet választani, a bicikli úton át a postáig minden megvan. Az újvárosi városrészben azt gondolom, hogy itt most az utóbbi időben egy picit visszaépült. Van egy bolt, posta már nincs, és elmaradt az utóbbi időben ez a fejlődés. Sokszor kritika egyébként akár közösségi médiában valóban az újvárosban élőktől, hogy nincsen bolt, hogy akár játszótér, vagy hogy milyen állapotban vannak az utak. Mi az, amit te, ha önkormányzati képviselő leszel, tehetsz ebben? Mit gondolsz, hogy mennyire találkozik a te elképzelésed és az ott élők gondolata? Mi a véleményed erről? Hát most fogunk utcafórumot is tartani, úgyhogy én oda szeretettel hívom és várom a kettes körzetben lakókat. Két utcafórumot is fogok tartani. Egyet az Újvárosi templom melletti téren, egyet pedig a művészetek háza előtti pici téren. És várom oda a lakókat, hogy egyeztessünk, hogy az én meglátásim és az ő igényeik azok találkozzanak. Nyilván sokakat ismerek, sokakkal beszéltem eddig is. Az igényeket, amit eddig hallottam, azt tudom támogatni. Tehát nagyon fontos lenne, hogy közösségi terek alakuljanak, legyen játszótér, legyen, ahol az emberek találkozni tudnak, és hogy induljon el egy fejlődés. De ez kell kommunikáció, ehhez kell egy jó képviselőtestület, hogy egységes döntéssel előre tudjuk vinni a várost. És mi az oka szerinted annak, hogy ott megállt ez a dolog? Hát szerintem ez több tényezős. Sokáig ez egy öregedő városrész volt, és nem túl sűrűn lakott. Tehát biztos, hogy a fejlődés ott tud először végbe menni, ahol nagyon sokan laknak. Tehát erre a Béri Balog Ádám utca, az Aliszka utca egy nagyon jó példa. Sűrűn lakott, sokan laknak, fiatal városrész, és ez egy dinamikát tud adni egy ilyen előre meneteli lehetőségnek. Az Újváros azt gondolom most kezd fiatalosodni. Sok fiatal költözik az újvárosi részbe, akár a régi újvárosba is én egyre több fiatallal találkozom. Tehát talán ez a városrész most érik majd meg arra, hogy ezt a dinamikát megkapja. És ha oda fiatal családok költöznek, gyerekek születnek, egyre többen leszünk abba a városrészbe, akkor erre többen fel fognak figyelni. És nyilván érdemesebb lesz, most ez így furcsán hangzik, de hát mindenki pénzből él, tehát érdemes lesz ebbe a városrészbe is fejlődést és új gondolatokat bevinni. Ez azért egy nehéz terület, azt gondolom. Nyilván a Kolping iskola vezetőjeként te ott élsz, ott pezsegsz a mindennapokban, jól ismered az ott élő embereknek a pozitív és akár negatív attitűdjét, a problémáikat, a megoldandó feladataikat. Az ott lakókat kell megmozdítani, aki oda szeretne költözni, azt bíztatni kell, aki gyermeket akar vállalni, azt bíztatni kell, és akkor ez egy ilyen
így tud elindulni a fejlődés szerintem. Köszönöm szépen. Én a tevékenységhez, meg a gondolatokhoz kitartást kívánok, és sok sikert. Köszönöm, hogy eljöttél. A nézőknek a figyelmet köszönöm. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm a meghívást.